A következő fellépőnk és produkció nem zenei produkció lesz. Angelikát szeretném a színpadra szólítani. Erika a felvidéki e-mailről érkezett hozzánk, és e-mailen nincs magyar iskola. Csak szlovák nyelvű iskola van, de dolgozik ott egy olyan remek iskola igazgató, aki megkérte, felkérte Erikát arra, hogy a magyar gyerekeknek népmesét tanítson, ezzel is megőrizve a hagyományaikat, ápolva értékeiket, és megőrizve a majd mindjárt hallható jellegzetes ímei tájszólást. Erika növendékei nagyon szép sikereket érnek el versmondó versenyeken és mesemondó versenyeken. A második Lipói Arnold magyar népmesemondó versenyen, amit Dunaszerdahelyen rendeztek legutóbb, egy első helyezést és két harmadik helyezést hoztak el tanítványai, akik szintén itt vannak a táborban. Mondom, egy tapsot esetben. Mai előadásában Erikától megtudhatjuk, mi történt Ördög és a Tóth fiúval. Tenger innen, nem is olyan messze. Volt egy szegény ember, őre mondták, hogy ő a öreg Tóth. Innen folytatnám majd nem sokan mesélmét, de előzőleg meg is kérdezem öröktől, maguktól, tudják-e, hogy kik voltak a Tóthok? Ma hallottam, igen, ők voltak a szlovákok. És tudják-e, hogy mély hitánk őköt Tóthoknak. Elárulom, szegény egy boldogult édesapa mindig azt mondta, hogy a szlovák emberek fönn a hegyekben nagyon szegények voltak, aztán mikor kitavaszodott, lejártak a mi vidékünkre, megdolgozni a háziasszonyok fazikait, aztán mikor gyűntek elő palicskájukkal, meg a hátoncipet terülte, azt szokták kiabálni, hogy Tóthot! Tóthot! Nosz, így agadt rájuk, hogy ők a drótos Tóthok. Tudni hallották már? Én nem folytatnám én mesémet. Öreg Tóth özvegyember volt, nagyon szegény volt, már hama megözvegyült, de volt neki három nagyon szép fia. Azt egyszer azt mondja a fiainak, édes fiaim, éreztetek már ölöget, menjetek már ti kis világot látni. Úgy is volt, egy napon kikészítette nekik a csomagjukot, a tarisznyájukot, azt elindította őket útnak. Fölvezette őket egy nagy dombra, azt mutatta nekik. Ott látom magam előtt szép Magyarországot, a világban mentek el, ne kerüljétek, mert azt mondják emberek, hogy ott kovászból konyják a kerítést. De ne felejtsétek szavam, mert ahogy a határt átlépitek, tanuljátok meg először a magyar nyelvet, mert ő kopika állatok. Elindultak a Tóth fiúk a nagyvilágba. Aztán, hogy átlépték Magyarország határát, megállapodtak volna egy házna, egy olyan házna, ahol a gazda le is szólította őket. Fiú, hát ti pedig hová mentek? Hát mi megyünk magyar nyelvet tanulni. Ne is menjetek ti sehova egy lépésre. Álljatok be hozzám szolgálónak, nálam csak három nap egy év, az alatt már csak mit tanultok magyarul? Három nap egy év? Gondolkozták a fiúk, valahogy ez nem úgy volt ő náluk. De itt volt mit tenni, otthon semmi jó nem várta őket, mert mi ők volt otthon, csak egy rozzám házok, meg egy kutyájuk, meg egy macskájuk. Azt ez a macska is olyan sovány volt, hogy akár tegert még fogják pajtába taliban körülött odatolni. Az a kutya is még olyan gyenge volt, ha ugatni akár kutyolott a garalicsot támasztani.
Hát ezért, mit volt itt ennyi? Beálltak a kasztához szolgálni. Na, első nap meg is tanultak egy szót. Mi hárman? Mert hát ezt hallották, akaz, mi hárman? Hát, jó. Második nap, ahogy jött a reggel, azt mondja neki gazdáink, hogy na most tanítom nektek ezt a szót, hogy egy sajtér. No, szajkozták is az öröget a tiúk, hogy egy sajtér. Nem is felejtették el? Na de eljött a utolsó nap, a harmadik nap, és akkor mondja neki gazdáink, hogy még ezt tanuljátok, mert tót fiú, ez a igazság. Megtanulták. Hát, kitelt a három nap. Elindultak a tót fiúk Magyarország szívébe, a szepibe, hogy ott munkát találjanak maguknak. Na, száz lépés nem tettek! Hát mit látnak? Egy hótember fekszik előttük. Megnézik innen, onnan, jobbról, balról. Hát ki volt az? A gazdájuk. Nem akarták elhinni, hogy most beszéltek vele a gazdaságába, otthon a házában. Most még hóttan fekszik. Jó, megnézegették még egyszer jobbról és balról és alul, fölülről, hát az minden humán csak hótt. Na, ahogy nézegették, meg is jelenik mellettük a zsandár. Meg is kérdi szigorúan. Hát ezt a ember, ki ölte meg? Mondja a legidősebb, hogy mi hárman? Na aztán azt meg mi öltétek meg? Sajtér. Jaj, hát akkor én viszlek el a tömlöcbe. Ez az igazság. Hát a zsandár összebilincsölte őket, és vezette a város felé. Ahogy ballagtak, mendegéltek a város felé. Mit látnak? Hát a hótember fölpattan, azt elszelel mellettük. Akkor láttam csak, pozsemolj, hogy ennek öltönnek nem is lábai, hanem patalai vannak. Hát a lába között meg vigyeget, az a szőrös farka neki. Ja, Istenem, akkor jöttek csak rá, hogy a ördögnél szolgáltak. Na, a zsandár jó nagyot kacagott, azt elengedte őket, menjenek a maguk útjára. Mentek a tótfiúk, mentek Magyarország szívébe, ahol éppen kóbalból fontalt a kerítést. Ott éppen sírte, mégis állapodtak, szakmát tanultak, és ott is maradtak. Csak hogy az a kóbasz egyszer elfogyott, és mit volt mit tenni? Haza kellett volna gyönni. És ha a kóbasz el nem fogyott volna, akkor a én mesém is tovább tartott volna.